Beváltozás lesz, hogy a korábbiak élvezhették a szaldóelszámolást, és ott az a szabály, hogy még 10 évig, a feltelepítéstől 10 évig, csak változó szabályok mellett nem éves szaldóelszámolás, havi szaldóelszámolás lesz január 1-től. Aki meg újonnan jön föl, annak ugye bruttó elszámolása lesz. Nagyjából ezek a változások. És valóban az a jó hír, hogy szeptemberben ki fogunk jönni azzal, hogy hol lehet Magyarországon újra napelemeket a háztetőkre tenni. Ez a bizonyos döntés 200 ezer magyar háztartást érintett, és meglehetősen nagy vihart kavart. Ugye sokan úgy gondolták, hogy attól féltek, hogy így a beruházás sosem fog megtérülni. Erről fogunk beszélgetni Petra Andrással, az EU Szolár napelemek vezérigazgatójával. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a nézőket! Miért? Segítsen nekem! Ez a havi elszám, mi a különbség az éves és a havi elszámolás között? Nem, nekem nincs napelemem, én nem értek hozzá. Az éves elszámolásnál ott egy év alatt megtermelt villamos energiát, az egy év alatt elfogyasztott villamos energiával állították szembe, és a különbözetet kellett kifizetni. Ezt vagy a szolgáltató fizette, hogyha többlettermelés volt, akkor a szolgáltató fizette a felhasználónak, a termelőnek, vagy pedig a többletet kell. De most meg havonta megy ez, mindegy, nem? Hát a villanyszámlában is ugyanannyi. Hát, nem egészen, mert a napelemek azok a nyári időszakban lényegesen többet termelnek, a téli időszakban nem, és gyakorlatilag a havi elszámolás az nem kedvez az elektromos fűtésnek. És bár egy átlagos... Bocsáss meg egy pillanatra még. Tehát a nyár, július 1-től 31-ig termelek valamennyit, azt átveszi tőlem az energiaszolgáltató valamennyi pénzért. Augusztusban megint, szeptemberben megint. És? Igen, itt a probléma az, hogy nem azonos áron történik az átvétel és a vásárlás. Tehát Magyarországon 1:8 az aránya a tervezett átvételi ár, illetve a termelt energiamennyiség árába. És hogyha példaként hozzuk mondjuk Európai Unióból a legtöbb napelemmel rendelkező Németországot, ott például 1:3 ez az arány. Ha, tehát amennyire veszem az áramot, az a háromszorosába kerül, mint amennyiért átveszik tőlem, Magyarországon meg a nyolcszorosába. Igen. Miért kevésbé értékes a háztartások által megtermelt energia, mint Igen. amit veszek Paksról? Igen, nagyon fontos, hogy a háztartásoknak a fogyasztását, illetve a termelését azt nem lehet kiszámítani. És sajnos mondhatjuk azt, hogy nem egyenértékű egy naperőműben megtermelt elektron egy otthon megtermelt energia mennyiséggel, hiszen ott még a fogyasztás is hozzáadódik, és ezért nem lehet előre megmondani se a fogyasztási adatokat, se a termelési adatokat. Tehát macera van vele, sokkal nehezebb felhasználni. Ezeket a mavírnak kell kiegyensúlyozni, és ez borzasztó sokba kerül. És emiatt gyakorlatilag a háztartások a legdrágább áramot kellene, hogy vásárolják, és a legolcsóbban kellene, hogy megkapják a termelt energiáira mennyiséget. De ugyan, ez, igen, parancsolj. De hát, ez nagyon fontos, hogy a család, egyrészt a családok védelmében, másrészt pedig azért, hogy a háztartások is, a lakosok is, mi magunk részt tudjunk venni a villamosenergia termelésbe, hiszen energiahiány van Magyarországon és az egész világon. Ez nagyon fontos, hogy ezek az arányok, ezek olyan mértékűek legyenek, amiért még megéri napelemes rendszereket telepíteni. Mi történik a folyamatban lévő beruházásokkal, akik már belefogtak egy ilyen napelem projektbe, de még nincsen készen? Igen, hát itt különböző szabályozások vannak, és különböző időpontokhoz lehet kötni ezeket a különböző jogi helyzeteket, tehát elég összetett, egy ilyen rövid műsorban nem is nagyon lehet elmondani. A lényeg az, hogy az interneten ugye most felkaptuk azt, a teljes napelemes szakma és napelem tulajdonosokról beszélek, magamat is belértve, hiszen mindkettőben érdekelt vagyok, hogy a múltba visszatekintően szeretnék megváltoztatni tulajdonképpen ezeket a szabályokat, tehát azokat a napelemes rendszerek, amelyek korábban épültek, azokra is már esetleg a havi szaldó lenne érvényes. Na most itt hiába voltak hatályosak már ezek a törvények korábban is, mert ugye amire Lantos miniszter úr amit elmondott, azok a törvények, hogy éves, fél éves vagy akár havi szaldó lenne vagy lehetséges, ezek a törvények ezek aktuálisak voltak akkor is, amikor letelepítettük a napelemet, akár az én otthonomban is.
Viszont senki sem gondolta arra, hogy ez így megtörténik, és egy picikét erre a TikTok üzenetre, hogy reagáljak, hogy vannak azért olyan hírek, amit teljesen mindegy, hogy milyen csatornán mondunk el, biztos, hogy nem fognak örömet okozni, hiszen egyfajta megszerzett jogként éljük meg ezeket az előjogokat, amit a napelemesek jelenleg tudnak használni. Tehát tulajdonképpen ugyanazok a szabályok voltak régen, és most is, csak nem vettük elég komolyan, vagy nem készültünk fel minden eshetőségre. Erre számítottunk, hogy ez egyszer el fog következni, hiszen örökké nem lehet ingyen használni a villamosenergia hálózatot. Itt inkább arról van szó, hogy azok, akik viszonylag régebben telepítettek, nekik már megtérült a napelemes rendszerük, ők boldogok, akinek még nem térült meg a napelemes rendszere, ők pedig ezért vesztesnek érzik magukat, és nagyon fontos lenne az, hogy a jövőben valamilyen olyan segítséget kapjanak, amivel mégiscsak a beruházásaik meg tudnak térülni. Petra András, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.